Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, az ő szív üzenete. Ez a kép utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt be kell, hogy bizonyítsa magát. Itt látható, hogy kell számára az életerő. Mások figyelgetik őt, különösen ami az anyagi dolgokat illeti, mindenki kíváncsi az ő anyagi helyzetére, vagy utalhat a munkahelyre is. De nem érzi jól magát, hiszen itt nagy ez az erőfeszítés. A gondolatára itt ez a kártya utal. Itt lesz mozgás. Előre mennek az események. Közeledik hozzád. De megáll egy pillanatra, itt szünetet tart, úgy figyeli az eseményeket, és ami még fontos számára, arra utalnak itt az érmék, mint három kártyánál. Az anyagi biztonság, egy biztos munkahely, vagy a párkapcsolatot illetően szeretné megvalósítani az álmait. Itt újra az érem jelenik meg, és jelenti az érzelmeit. Fontos számára a biztonság, a párkapcsolatot illetően is. Mit közöl veled? Arra ez a kártya utal, itt olyan vagy, mint egy hercegnő, és ő így lát téged, felnéz rád. Érzi ezt a kisugárzást, ezt a nőies kisugárzást, bámul téged. Mi az, amit ő szeretne ugyan elmondani, de nem beszél erről? Erre utal ez a kártya. Itt vannak nézeteltérések, viták és veszekedések, de erről ő most nem beszél. Hogy lát téged? Az itt látható ezen a kártyán, itt vannak romantikus érzelmek, vágyak, elképzelések, álmok. Ő úgy lát téged, hogy te romantikus és álmodozó vagy. Mi köt össze benneteket? Itt erre utal ez a kép, és itt látható a szerelem. Egy ilyen romantikus kapcsolat. Itt vannak emlékek is a múltból, ez lehet egy kármikus kapcsolat. Utal arra, hogy itt van egy lelki kapcsolat kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!